a futball világbajnokság idején alig-alig jut figyelem más sporteseményekre, pedig a pécsiek joggal lehetnek büszkék a ritmikus sportgimnasztika eredményeire, annál is inkább, mert ígéretes utánpótlásról van szó. A nemrégiben fogyódó megrendezésre kerülő diákolimpián kiemelkedően szerepelt két csapat, a 13-14 évesek és az 5-6 évesek korcsoportjában. Kimondottan vékony alkatú gyerekeket válogatunk erre a sportágra. Képességek közül az izületi mozgékonyság, a lazaság, hajlékonyság és mozgáskoordináció azok, amelyek leginkább szükségesek ennek a sportágnak a műveléséhez, de pszichikai képességet is fejleszt, mint például az önfegyelmet. 5 éves korban választjuk ki a gyerekeket, de 3 éves korban már el lehet kezdeni ezt a sportágot természetesen alapszinten, és így 5 éves korra már olyan szintre jutnak, hogy akár egy ilyen diákolimpián el tudnak indulni. A szakember egy kislánynak miért ajánlaná tiszta szívből, hogy a ritmikus sportgimnasztikát válassza? Hát éppen az említettek miatt, hiszen alapszinten egy olyan gyerek is el tudja kezdeni, aki mondjuk az említett képesség birtokában még nincs. Tehát lehet akár egy túlsúlyos kislány is, vagy egy kötöttebb alkatú el tudja kezdeni, és ő is fejlődik már, hogy a képességei fejlődnek menet közben. Fogarasi Gabriella szakmai irányításával két óvónő évek óta foglalkozik a picikkel a pécsi Anikó utcai óvodában. Megnyertek már városi, területi versenyt, és idén először az 5-6 évesek korcsoportjában országos bajnokok lettek. Idén nagyon szerencsés helyzetben voltunk, mert ezek a kislányok mindannyian jártak külön tornára, úgyhogy már évelején folyamatosan tudtuk figyelni a mozgáskészségüket, hajlékonyságukat, és így a februári startnál, tehát amikor igazán elkezdtünk a versenyekre gyakorolni, már tudtuk, hogy kik azok a kislányok, akikkel érdemes ezt egyáltalán elkezdeni. Milyen intenzitással kell készülni ezekkel a korú gyerekekkel egy versenyre? Hát hetente 4-5 alkalommal, tehát szinte minden nap a versenyek előtt gyakoroltunk, hol fél órát, hol egy órát, ez attól függött, hogy a gyerekeknek mennyire van kedvük és mennyire fáradtak, de az volt a tapasztalatunk, hogy nagyon élvezték ezeket a felkészüléseket. Ezek a gyerekek a próbák és a versenyek alatt átérezték azt, hogy ahhoz, hogy egy eredményt elérjünk, ehhez csapatmunka kell. Tehát nem csak magamra kell figyelni, hanem a társaimra. Tehát egyrészt fejlődött közösségi érzésük. Megtanultak húzamosabb ideig koncentrálni, odafigyelni egy adott dologra. Tehát itt a figyelmük fejlődött. Fejlődött mozgáskultúrájuk, ritmusérzékük, szép tartásuk. És végül, de nem utolsó sorban, az, hogy ők egy ilyen eredményt elértek, annyira felült az önbizalmuk, ami nem egy utolsó dolog egy iskolába lépő gyereknek.